Tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr, mint ismeretes, Ceglédi Csaba által működtetett bűnszervezet több milliárd forinttal károsította meg az államkasszát, több száz embert csapott be, akik a mai napig nem kapták meg a bérüket. Egy tavalyi törvénymódosítás következtében a felnőtt munkaerő kölcsönzők és az iskola szövetkezetek is bekerültek a fordított áfa körében. Ezáltal a Ceglédi által működtetett bűnszervezetek egyre nehezebben tudták tevékenységüket végezni. Ezért lett szükség arra, hogy a bukott miniszterelnök Gyurcsány Ferenc és felesége Dobrev Klára segítsen. Mint ismeretes, az Altus Portfolio ZRT több alkalommal több százmillió forintot adott kölcsön a Humán Operátor ZRT-nek, így Gyurcsány cégén keresztül nem csak baráti kölcsön biztosított a Ceglédi által irányított Humán Operátor ZRT-nek, hanem a pénzen keresztül részt vett a bűnszervezet működtetésében és pénzelésében. Az ok pedig nagyon egyszerű, tisztelt államtitkár úr, ebben az esetben is a 4-es metró projektnél jól bevált módszert követték a baloldali politikusok, vagyis a korrupciós pénzek itt is a pártfinanszírozást szolgálták. Az ügy szálai egyre inkább az MSZP-hez és a DK-hoz vezetnek, így alaposan feltehető, hogy az eltűnt pénzek jelentős része e két pártnak a kasszájába került. Kérdezem államtitkár urat, hogy a nyomozóhatóság vizsgálja-e, hová kerültek az elcsalt milliárdok, és vizsgálják-e a tiltott pártfinanszírozás kérdését. Köszönöm válaszát. Köszönöm szépen, képviselő úr. A választ Völner Pál államtitkár úrtól fogjuk hallani. Parancsoljon, államtitkár. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársam. Jelenleg Ceglédi Csaba és társai ellen bűnszövetkezetben üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette, és más bűncselekmények elkövetése miatt folyik az eljárás. Azaz szerint a DK és az MSZP házi ügyvédje irányításával létrejött bűnszövetkezet 2011 és 2016 között olyan hálózatot hozott létre, amely diákunk a közvetítéssel is foglalkozott. A gyanú szerint Ceglédi Csabához köthető bűnszervezet hozzávetőlegesen 3 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek. A gyanú szerint Gyurcsány Ferenc családi vállalkozása az Európai Bizottság által is finanszírozott Altus 80 millió forinttal segítette ki a szocialistáknak ezt a szervezetét, Ceglédi Csabát. Az ügyben Dajcs Tamás Európa parlamenti képviselő az Európai Unió csalás elleni hivatalához, az Olafhoz fordult. Remélhetőleg az ügy tisztázása véget az Európai Unió csalás elleni hivatala azonnali vizsgálatot rendel el, tekintettel az EU-s források terhére elkövetett súlyos csalás gyanúját felvető tranzakció ügyére. Gyurcsány Ferenc érdekeltségébe tartozó Altus Portfolio több alkalommal nagyobb összegű baráti kölcsönt nyújtott Ceglédi Csabának, csak hogy a kölcsönszerződések olyan elemeket is magukba foglalnak, amelyek megkérdőjelezik a baráti kölcsön jelleget, személyi biztosítékok, azonnali inkasszó és egyéb elemek ezt nem támasztják alá, hogy igaz lenne. És ez üzletszerű hitelezést feltételez. Felmerül a kérdés, hogy Gyurcsány Ferenc cége rendelkezette megfelelő engedélyekkel pénzügyi kölcsön nyújtására. Ezt a Nemzeti Bank jogosult vizsgálni, és reményeink szerint a szükséges piacfelügyeleti eljárás vizsgálatot megindítja. Köszönöm szépen, államtitkár úr, egy perces viszontválaszra. Budai Gyula képviselő úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt államtitkár úr. Gyurcsány Ferenc kétszeresen hazudott az Altus és a Humán Operátor ZRT kapcsolatáról. Hazudott, amikor azt mondta, hogy egyszer adott kölcsön a cég Ceglédi Csabának, és hazudott akkor, amikor azt mondta, hogy a Ceglédi Csaba cége nem fizette vissza a kölcsönt. Gyurcsány Ferenc cége több alkalom adott kölcsön több százmillió forintot, és ebből a kölcsönből egy alkalommal a Humán Operátor ZRT kamatostul fizette vissza a kölcsönt Gyurcsány Ferenc cégének. Ebben a kérdésben sajtóinformációk szerint hamarosan az ügyészség meg fogja hallgatni Dobrev Klárát, a tanúnak viszont igazmondási kötelessége van, így Gyurcsány Ferenc hazudozásának lassan véget ér. Köszönöm szépen a válaszát.
Köszönöm szépen, képviselő úr, egy perces viszontválaszra. Államtitkár urat illeti a szó, parancsoljon államtitkár. Köszönöm a szót, elnök úr. Még egy fontos kérdésre szeretnék kitérni az ügy kapcsán, hogy a kormány és a Fidesz azt tartja az ügyben a legfontosabbnak, természetesen a büntetőeljárásnak ki kell derítenie a felelősséget, hogy kártalanítsák az ügy sértetjeit. Tekintettel a megkárosítottak kiszolgáltatott helyzetére, a országgyűlési határozati javaslat került benyújtásra, amelyben méltányosságon alapuló kárrendezés kifizetésére kerülhet sor a magyar kormány részéről. Az országgyűlési határozati javaslat elfogadásával utat nyithat a károsultak lehető leggyorsabb kárrendezésére. Ez a kárrendezés azonban nem eredményezheti azt, hogy a kártérítés megfizetése alól a károkozó mentesüljön. Amennyiben kiderül, hogy az MSZP és a DK háttér finanszírozását segítette elő Ceglédi Csaba bűnszervezete, akkor a kárrendezéssel kifizetett összeget le kell vonni az érintett pártok állami támogatásából. Összességében kijelenthető, hogy az ügy az egész magyar baloldalnak súlyos etikai és politikai felelőssége van, ezért mindenképpen indokolt annak vizsgálata, hogy történt-e burkolt pártfinanszírozás. Köszönöm szépen.